Június utolsó hetétől várja vendégeit az UKK. Az elmúlt hónapokban a külső és a belső terek is megújultak. Színházterem, az előadótér, de a belső udvar is elkészült. A nyári táborok és foglalkozások így még szebb környezetben indulnak újra. A nyári napközis tábornak mi adunk helyet, ami jövő héttől jön, tehát hetente négy nap 25-50-150 gyerek fog itt megfordulni attól függően, hogy milyen programok lesznek, kézműves foglalkozásra, előadásokra, zeneoktatásra, lesz színház, mozi. Ezzel készültünk és reménykedtünk, hogy indulhat, és szerencsére ez megtörtént. Ezen a héten már van egy saját színművészeti tábor, akik nagyon várták a lehetőséget, hogy indulhassanak. A kulturális központ mellett lassan a könyvtárak is nyitnak, várhatóan két ütemben. Újpesten a király utcai könyvtár július 1-től, míg a káposztás megyeri fiók július 22-től fogadja az olvasókat. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem lesz egy szokványos könyvtárhasználat, mindenkinek egy kicsit jobban kell figyelnie. Mi is elvárjuk az olvasóktól azt, hogy maszkot használjanak, és ami a legfontosabb korlátozás most a szolgáltatásokban, az az, hogy nem lehet a polcok közébe menni, nem lehet válogatni, vissza lehet hozni minden könyvet, lehet hosszabbítani, és lehet előjegyzéseket leadni, telefonon, e-mailben, vagy akár személyesen is rendelni lehet tulajdonképpen a kedvenc könyveket. A tervek szerint július 22-ig maradnak csak üresen a polcok közti sorok, utána már teljes körűen birtokba vehetik a könyvtárat az érdeklődők. Ráadásul új részekkel is bővítik az olvasói tereket. Itt például a Király utcában új témacsoportokat hoztunk létre, hogy könnyebb legyen keresni. Vannak nagyon kedvelt témák, krimi szerelem, de például a női sorsok, történelmi regények is most már külön találhatóak majd meg. Illetve az önkormányzat támogatásának köszönhetően szeretnénk egy sokkal nagyobb és tágasabb gyerekkönyvtári részt létrehozni, illetve a tinédzsereknek egy önálló tiniszobát. Talán a legnagyobb változás a belső kert kialakítása lesz. A régió igazgató tervei között kültéri színpad, kis olvasóterek, kerti asztalok is szerepelnek. A Szabó Ervin könyvtárhálózat a vírus időszak után ingyen hosszabbítja meg a fizetős tagságokat annyi nappal, ahány a zárvatartás miatt kiesett, a zárás előtt kölcsönzött könyveket pedig késedelmi díj nélkül a nyitást követő 30. napig vihetik vissza az olvasók.